Rengeteg nagyszerű történetet hallhattunk már az NFL-ből, íme még egy. Korán jött a karácsony, a Washington Redskins újonc irányítója Kirk Cousins számára, aki élete első meccsét játszotta az NFL-ben, és két touchdown passzával győzelemre vezette a csapatát a Cleveland Browns ellen. Ezzel a győzelemmel a Washington holtversenyben vezet az NFC keleti csoportjában. Nemrég sportriporterünk Sean Brown beszélgetett Kirkkel arról, hogy milyen másodiknak lenni a csapatban a legendás irányító a harmadik Robert Griffin mögött. Kirk Cousinst meglepetésként érte, amikor a Washington Redskins a 2012-es NFL draft negyedik körében leigazolta. Azért is volt meglepve, mivel a csapat az első körben már leigazolt egy másik irányítót, a harmadik Robert Griffint. Egyáltalán nem számoltam azzal, hogy a Washington le akar majd igazolni. Robertet már régóta figyelték, és miután leigazolták, azt hittem, hogy ennyi volt. A kezdeti izgalmak után Kirk szerepe a csapatban egyre nyilvánvalóbbá vált. Nagyon különleges számomra, hogy ebben a csapatban lehetek, és ez azt mutatja, hogy végig Isten kezében volt az irányítás. Kirk, akinek az édesapja lelkész, a michigani Holland városában nőtt fel. 7 vagy 8 éves lehettem, amikor befogadtam Jézus Krisztust a szívembe. A hit azonban csak akkor gyökerezett meg az életemben, amikor középiskolás lettem. És ekkor tanultam meg, hogy mit jelent az, hogy nem csak kereszténynek mondom magam, hanem valóban Jézus Krisztus követője vagyok. A középiskolai évek alatt a futballban, a kosárlabdában és a baseballban is kiváló teljesítményt nyújtott. Az egyetemek játékos megfigyelői azonban a futballpályán nyújtott teljesítményére figyeltek fel leginkább. Ám közben jött egy bokasérülés. Az utolsó évemben eltörtem a bokámat, és ez nem tett jót a leigazolási esélyeimnek. A Michigan State Egyetem ajánlatát vártam a legjobban, de bíztam Istenben, hogy a megfelelő helyre fogok kerülni. És így is lett, mivel a Michigan State leigazolta. Második évében kinevezték kezdő irányítónak, 2 évvel később pedig bajnoki győzelemre vezette csapatát. A sérülés miatt majdnem vége lett a karrieremnek, de végül bejutottam a Michigan State-re. Ez mutatja igazán, hogy Isten minden hátráltató tényezőnél hatalmasabb. Kirk ma a Redskins sikeres irányítója, a harmadik Robert Griffin mögött. A célja azonban az, hogy elnyeri a kezdő pozíciót. Akárhogy is alakul a verseny, hiszi, hogy minden Isten terve szerint alakul. Hiszem, hogy okkal vagyok itt. Lehet, hogy nem kezdő irányítónak kell lennem, hanem azért hozott ide Isten, hogy vasárnap délutánonként touchdown passzokat adjak, és hogy segítsem és támogassam Robertet és a csapat többi tagját. Úgy gondolom, ha ez Isten terve, akkor ez éppen elég lesz nekem. Mint a Michigan State kezdő irányítója, Kirk hozzá volt szokva ahhoz, hogy ő vezeti a csapatot, de jelenlegi csapatában is vezető, csak más értelemben. Hiszem, hogy a vezetésnek fontos szerepe van az életben. Keresztényként a legfőbb célom az, hogy hatással legyek a csapattársaimra, és Istenhez vezessem őket. Nem számít, hányadik számú irányító vagyok a csapatban, továbbra is vezetni szeretnék. Istenhez vezetni az embereket, és ezt nem befolyásolja az, hogy hányadik vagyok. Minden nap ki akarom használni ezt a lehetőséget.